Magunk mögött hagyjuk Lettországot. Itt a határ. Schengeni határ természetesen. És ott lesz a tábla. Ott van. Ez itt Litvánia. Itt vagyunk Litvániában, és már is ideértünk a leghíresebb litván látnivalóhoz. Itt vagyunk egy Trakai nevű városkában, talán 27 km-re a fővárostól, Vilniustól. Ez pedig a Trakai vár, benn a tóban. Azt a mindenit. Gyönyörű az a vár. Már itt is vagyunk ezen a mólószerű hídon, és megyünk át a vár felé. Átjöttünk azon a hídon egy szigetre, és arról pedig ezen a hídon megyünk át arra a szigetre, amin maga a vár áll. Az UNESCO világörökség része. Lássuk. Azt a... De gyönyörű. És alig, hanem nagyon szép idő is van most erre a várlátogatásra. Az látszik, hogy kim van az orosz háború miatt az ukrán zászló szolidaritásból. Viszont ami érdekes az, hogy ott fönt van egy piros alapú lovas zászló, ami egy régi litván zászló. Bejöttünk a várba, ez itt a vár udvara. Hú. Ezt most nagyon-nagyon várjuk, és oda föl lehet nénni, és ott sétálgatni. Gyönyörű. Itt van a rabszállító. Ott is vannak még különböző ilyen rabosító és kínzó eszközök. Abszolút középkori feelingje van a dolognak. Itt van a láncol leengedett, fölhúzható kapu a várnak ebbe a részébe. Itt bemegyünk. Ott a két rötyi. A földszinti WC, meg az emeleti. Vagy hát első-második emelet. Valószínűleg ezeket a részeket, ahol látjuk ezeket a boltíveket, ezeket is elárasztották vízzel, hogyha védeni kell a várnak a túlsó részét, mert ezen is ott látszik, hogy átvezet egy hidacska, ami felhúzható. Aztán ennél ott a kis hattyú fióka. Közelebb megyek, hogy nehogy megijedjen. Ott van a hattyú, ott pedig a kis fiókája, de aranyos, az még pihés. Na, itt vagyunk Vilniusban. Megérkeztünk Litvánia fővárosába. Abszolút belváros. Itt vagyunk, ott van valami folyó, annak a partján szinte. És hát, hogyha elmegy a busz, akkor átszik, hogy valott még valami vár is. Úgyhogy, hát a belvárosban vagyunk. Hát egy ilyen Belarus must go plakátot látunk. Ennek kapcsán azért mondjuk el, hogy Litvánia egy olyan ország, ami azért is érdekes, mert a legnagyobb szomszédja is Oroszország, és a legkisebb szomszédja is Oroszország, úgyhogy nem csak Oroszországgal határos, csak az egyik Oroszország fehér. És ez itt a katedráltér, nem tudom mennyire jön át a videó, hogy mennyire monumentálisan hatalmas. És mögötte még a várnak a vásárja is látszik. Gyönyörű tér ez. Itt a Vilniuszi Egyetemnek a tere, egy templom körül, ami ugye ez a Szent János katedrális, vagy Szent János templom. Igen, és ez pedig a Vilniuszi Egyetemnek az épülete így köré épülve. Vilniuszi Egyetem. Alma Mater Vilniensis.
Tessék, tessék! Kísérleti kényel. Ja. Ide jöttem. Ez tehát a St. Anne Cathedral. Ami hát, mit mondjak, egészen szokatlan megjelenésű templom. De az, akivel Assisi Szent Ferenc, de... Tehát a Szent Anna Szent Ferenc templomok mellett találtuk ezt az ortodox katedrálist, amellett hát van egy ilyen kis csatorna, és egy nagyon hangulatos kis kocsma ide épülve, és valószínűleg ezt játékba fogunk hozni. És iszunk valamit. Fölfele sétálva a városban, és hát dobott itt valamilyen hőlégballonozást is, mert viszonylag sok hőlégballon látunk most fönn a város fölött. Sörkocsájából Kornél fogja elfogyasztani a fokhagymát. Vagy nem. Menni fog. Azt a mindenit. A férfi. Bevállalta. Máté, eljött az a pillanat, amikor már van annyi tapasztalat, hogy megkérdezem a véleményedet a litván sörökről. A litván sörökről az a véleményem, hogy nem olyan jók. Viszont olcsók. És az a durva, hogy napok óta hitegetjük magunkat azzal, hogy csülköt fogunk enni, de nem volt Rigában csülök. Vilniusban meg van. És Mátinak már itt van a csülök. Kornél, mit rendeltétek, Kornél? Mi ez? Bordás. Oldalas. Oldalas. Így van. Oldalas. Van. Hát láttatok már szebbet. Hát hiába a tradicionális konyhának nincs párja, és a csülök azért nagyon fantasztikus étel, ez minden országban tradicionális. Ajaj. Jó étvágyat. Jó étvágyat. A végállomás Kaunas. Vilniustól körülbelül 100 km-re, és a mi repülőgépünk innen fog hazamenni. Máté Rigából, úgyhogy tőle már elköszöntünk, és ő indult vissza Lettországba. Mi pedig gyalogosan eltöltük pár órát itt Kaunasban. Azt mondta, hogy ez egy templom? Nem templom. Mennydörgés háza. One of the most precious buildings of the late Gothic in Lithuania. 15. századi építmény tehát, és a jezsuiták használták. Valószínűleg valami egyházi épület, de mégsem templom. Elég szép állapotban megmaradt. Na tehát ez Kaunas óvárosának főtere. Van egy ilyen egészen toronyszerű. Itt a feliratok szerint úgy tűnik, hogy ez egy városháza, amelyik megmagyarázná, hogy miért van pont itt. Ez kemény. Egy városháza tornyát látunk itt akkor. Ez a hely csörű Kaunasban. Könnyen lehet, ez egyik útcsú a trippen. Ez a kaunasi vár.
látható, itt ennek a templomnak az udvarában már bekeveredtünk egy másik irányból. Most pedig ide jöttünk a várhoz. Itt van most valami fesztivál, ugye ezt így láthatjuk egyenlőre, de mindjárt megnézzük, hogy a másik oldalról be lehet-e menni. Talán majd ezen a hídon itt be tudunk jutni. És itt van ez a Kaunasi vár, és az a nagyon durva, amit megtudtunk Kornétól, hogy ez most Európa kulturális fővárosa. Kaunas 2022, a balti államok most itt hozzák fel a kulturális főváros vonalat. Nézzük meg mi is, hogy itt lehet ebben a várban kulturálódni. Tehát fölmásztunk itt a bástyára, nem sok maradt meg ebből a várból. Ez a kis szakasz látszódik a várfalból, folyó partján építkeztek. És igazából ez az egy bástya, amit fölmásztunk. Ennyi. Valószínűleg ez lehetett az a rész itt előttünk, ami a várfalon kívül és a váron kívüli rész volt. Itt kezdődött a várfal, amely körülölelhette ott az óvárost, és hát ez az egy kis bástya az, ami megmaradt. Tehát valószínűleg ez a rész itt, ez a váron kívüli legelő esetleg várárok lehetett. Hát itt van a fazon, akit mindig látunk az ászlókon, a lovasrác. Elég monumentális ez a szobor. Durán néz ki. Először a 14. században említik ezt a várat. 14. században, 1362-ben el is pusztították a németek. Ugye? Németek, ja. És aztán pedig újraépítették magasabb szintre, és aztán hát volt némi nehézsége, támadták az oroszok is, meg a folyó is áradt, és az is elmosta. Úgyhogy hányatott a csorsú várocska volt. Az újraépítését az pedig a lovas szoboron ábrázolható Vitautas nevű ember végezte. Ezek az ilyen közterületi szobrok, ezek továbbra is nagyon-nagyon tetszenek itt Litvániában is. Mint látjuk, ez egy Kaunasban született éber írónk a szobra. És megint egy ilyen közterületi szobor, cilinderes emberrel, akit messziről Churchillnek gondoltunk. De egyébként Jonas Viles is 1921-től 1931-ig lehetséges, hogy kaunasi polgármester volt. Viszont itt utána egészen a szobor mögött egy ilyen nagyon szép fás, árnyékos sétány megy az utca közepén. Van itt ez az öreg templom, amit itt az óvárosnak már a vége felé az közelbe látunk. Biztosan nem mai darab. Tehát gótikus templom ez. Egy egészen kicsike gótikus Szent Gertrud templom. Itt most nem lóval szerepel a nagy hercegségnek a hőse, 1430-1930, gondolom, hogy litván hősök emlék királlított szobor. Alig, hanem az utolsó helyet rippen ez a nápolyi pizzázó, rucola pizza és prosciutto, némi sörrel. Ezzel búcsúzunk Kaunastól, a Litvániától, meg a balti államoktól. Jó étvágyat!